Nagy örömmel köszöntök mindenkit a Leonardo da Vinci az utolsó vacsora című képéről szóló előadásomban. A kép maga nem freskó. Bár mondhatjuk, hogy a freskók családjába tartozik, de valójában nem azzal a technikával készült, és da Vinci nem a friss malterre festette fel a képet, hanem a csupasz falra külön-külön ecset vonásokkal rétegenként. Egyszer egy bomba találat is érte a kápolnát, illetve az ebédlőt, ahová ez a kép fel van festve, és ez az egy fal maradt állva, amelyiken ez a kép volt. Rá. Úgy látszik, Da Vinci jól döntött, hogy hová kell festeni ezt a képet, illetve amikor Napóleon katonái ott ettek, nem akartak körbejárni az étkezőben, hogy egy szerzeteseknek készült ez a kép, és egy ajtót vágtak az étkező falába, aminek a nyoma itt látható. A történet szerint János evangéliuma leírja 13. fejezetben, ahol Jézus bejelenti az utolsó vacsora előtt, hogy őt valaki el fogja árulni. Jézus így szól. Bizony-bizony mondom nektek, egyik kötök elárul engem. A tanítványok, akik hármas csoportokban vannak elrendezve, a tanítványok megdöbbenéssel veszik tudomásul a tényt, egymásra néznek, teljesen, teljesen, szinte egy letargikus állapotba kerülnek, mindezesen egy tanítvány arca van árnyékba, szinte elfordítva a nézőtől, ő pedig jódás. Jézus arca szomorúságot tükröz. Aki beletörődötten jelenti be a megmásíthatatlan tényt. Az átlag szemlélőnek egy-két dolog talán fel sem tűnik a képen. Például egy olyan érdekes dolog, amire talán nem is gondolnánk, hogy a képen minden egyes vonal. Bármelyiket választom ki. Mindegyik Jézus arcára mutat. Jézus arca a képnek abszolút középpontja. A horizont is, az összes vonal, ami ugye itt hirtelen nem is tűnik fel, de Da Vinci egy nagyon érdekes játékkal, azáltal, hogy itt a szabályos vonalak közé üres teret rak elhiteti az emberre, hogy itt valójában valahol itt a távolban talán, talán itt találkoznak ezek a vonalak. És bizony-bizony, mikor megvizsgáljuk, akkor veszünk észre, hogy ezek a vonalak egytől egyik mind a mi úrunk Jézus Krisztus arcát. Mind-mind azt érik. Egy másik érdekes dolog, amire szeretném szintén felhívni itt a figyelmet, mégpedig az, hogy ki is az, aki itt Jézus Krisztusnak a jobb oldalán ül. Ki ez az alak? Aki olvasta az utolsó, a Da Vinci Code című könyvet, bizony, De Brown, meg nagyon sok ö, mai összeesküvés elméletnek a gondozója elhiszik, hogy ő itt nem más, mint Mária Magdolna. Tehát nem lehet annyira rossz Mária Magdolna, hogyha az egyház mégis beengedte a szentírásba. A Szent Grálról szóló legendák, amelyek ugye nem másnak, mint Jézus Krisztusnak, Szent Vérét tartalmazó, az utolsó vacsorán használt kejhe. A Szent Grál, ami olyan titkokat rejt, például, hogy aki iszik belőle él, és több és többé, ugye ezeket a legendákat szinte mindenki ismeri, el nem is fogunk beszélni. A, ebben a könyvben, illetve az összeesküvés elméletek szerint, ezen a képen Leonardo da Vinci, aki része volt több titkos társaságnak is, nem csak egynek, elrejtette a Szent Grálról szóló igazságot, miszerint a Szent Grál az nem valami, hanem valaki. És Da Vinci az itt található V alakban rejtette volna el a Szent Grált, ami pont Jézus és, ugye, ahogy mondjuk idézjelben, Mária Magdolna között található, a V alak a nőnek a szimbóluma, ami megtalálható a Dávid csillagban is, és ugye az a nőnek és a férfinak a szimbóluma, a Dávid csillaga, két háromszög egymásra állítva, ugye az egyik a férfinak, a másik a nőnek a szimbóluma, ugye a nő, aki egy befogadó figura, a férfi, aki át egy ilyen törekvő, fölfelé törekvő figura jelképezi, és valójában itt a képen ez a hatalmas V betű jelzi, hogy egy nőt kell keresni az utó, a Jézus Krisztus vérét tartalmazó Szent Grál szerint, aki pedig a történet szerint, ugye a Da Vinci kód szerint, illetve az összeesküvés elméletek szerint nem más, mint az itt lévő alak, aki hát Jánosnak mondjuk, de olyan női és kinézete van. Tehát Jánost éppen ezért ábrázolja Da Vinci, szakál nélkül, szinte nőies formában, mert ő volt a legfiatalabb, a legkisebb, mondhatjuk így, a tanítványok között, ő volt az, aki, mondhatnám, szinte gyerekfejjel került be a tanítványok közé. A képen mellett található még egy érdekes jel, egy érdekes figura, illetve alak, pontosabban egy érdekes kép, aminek nagyon sokáig nem találták a magyarázatát. Mégpedig az, hogy a képen van egy bónusz kéz. Egy kéz, ami nem tartozik senkihez. Egy kést tartó kéz, ami az utolsó vacsora című képen valójában úgy tűnik, hogy senkihez sem tartozik. A megdöbbentő az, hogy a kés gazdája rajta van a képen. Van egy plusz alak aki nagyon jól el van rejtve a képen, egy kopasz alak, aki ráborulva jódás melkasára, zöld ruhába öltözve, átölelve, átkarolva Júdást, elrejtőze van a képen, aki arcát jódás nyakába fúrja. Da Vinci az utolsó vacsora című képre nagyon ügyesen, trükkösen, ötletesen felfestette a sátánt. És most kérek mindenkit, csukja be a szemét. Mindenki, de hogy segítsek. <laughs> szóval, kérdés. Hányan ülnek az asztalnál, leszámítva a gonoszt? Igen, tizenhárman, tizenkét tanítvány és Jézus Krisztus középen. Hány pohár van az asztalon? 12. Pontosan. 12 tanítvány, 12 pohár. Tiszta sor. Utolsó kérdés. Hány kehely van az asztalon? Azt mondták, hogy egy, Jézus előtt? Nem talált. Nincs kehely az asztalon. Itt kellene lennie az utolsó vacsora kehének, a Szent Grálnak, ami Jézus Krisztus vérét tartalmazta az utolsó szent vacsorán. De nincs. Emlékeznek arra a Da Vinci képre, amit az előadás elején mutattam, amit ha tükrözök és rárakok saját magára, akkor Da Vinci szembenéz velünk? Mi van, ha itt is megcsináljuk? Most éppen tükröztem a képet és átetszővé teszem. És íme, az utolsó vacsora kehelye, itt van. Fölötte egy szív, Jézus Krisztus szíve, amiből vércseppek hullanak a kehelybe az utolsó vacsora kejhe, rajta van az utolsó vacsora képén. De csak azt tudja megtalálni, aki ismeri Leonardo da Vinci zseniét. Ezzel, hogy a képet tükröztem, ezzel megjelent a képen egy 15. alak. Egy bónusz alak. Itt. Egy 15. századi katona ruhába öltözött, palástot viselő, páncélba bújtatott olasz katona. Fején sisakkal. Leonardo da Vinci nem hagyja magára Jézus Krisztust. Az utolsó vacsora képén adott neki egy védelmezőt, egy katonát.